Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Negyedik alkalommal jelentkezik hellonyiregyháza.hu című magazin műsorunk. A mai adás igazi izgalmakkal lesz teli, hiszen egy nagyon mozgalmas fordított napon voltunk a Kodály Zoltán általános iskolában. Emellett készítettünk egy összefoglalót a Hello Nyíregyháza városi nagy rendezvényről is. Tartsanak velünk! Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean minded, child up all, and Marie thing make them air. Két rejtélyes autó gördült be a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola udvarára, ezzel kezdetét vette a már hagyományosan megrendezésre kerülő fordított nap. A diákigazgató és helyettesei átvették az iskola vezetéstől a jelképes kulcsot, ezzel együtt a hatalmat is. Az igazgatónőt elvezették a testőröknek öltözött gyerekek, és beültették az autóba. A tanítási órák és a szünetek félórásak voltak ezen a napon, és a gyerekek oktathatták társaikat és persze tanáraikat is. Kedves gyerekek, a mai órán drómáról fogom tanulni. Baláskám, keljél már fel! Aludd ki magad otthon! Na, nyissátok ki a füzeteket! Ma akkor kezdjük is a diktálást. Baláskám! Na, hagyd nézzem, hol van Spartacus? Temetőben. Úristen! Ide gyereket! Na, itt is az igazgatóhoz! Nem akarok. Ide kezd már! Egy, kettő, ide kezd! Itt is az igazgatóhoz! Már megint? Igen, már megint! Hát, nem is tudom, nem én mondtam, hogy minden nap oda kell. Itt is befelé. Oda, ide kezd. Igazgató úr! Hát a gyerekem már megint nem lehet se tanítani, se tanulni. Mit csináltál meg itt? Mondjad! Nem, csak aludtál, kopácsolsz állandóan, porkolsz, de most sem. Csak itt vár, fiam. Én is ilyen voltam a te korodban, és látod, hol végeztem. Istenem, igazgató. Csak így tovább. Nem normális. Viszlát, te lettél erre a mai napra az iskola igazgatója. Milyen igazgató leszel a mai napon? Hát megpróbálok a legjobb lenni az eddigi évekhez képest. Mindent bele fogok adni, hogy el is nyerjem a legjobb igazgató címet. Milyen programokkal készültetek a kisebbeknek? A kisebbeknek ebben az évben lesz LEGO építőverseny, rajzverseny, bemehetnek a félelemházba, Xboxozhatnak is akár, a fiúknak foci lesz, és szépségverseny a lányoknak. Mennyire nehéz igazgatónak lenni? Annyira nem nehéz, mert a osztály mindenben segített nekem, az évfolyam mindenben segített, és levették a terhet a vállamról. Minden évben a 8. osztályosok szervezik ezt a napot, ők találják ki a kisebbek számára a feladatokat és a szórakoztató elemeket. Ugye mi 8-osok szerveztük ezt a napot, és az elmúlt egy-két napban eléggé sok teendőnk volt. Például a tegnap estét is itt töltöttük az iskolában, hogy az embertorpedóra a falat, ami a két térfél között volt, azt felépítsük. Csak ugye még ma reggel testnevelés órák voltak a teremben, úgyhogy azt le kellett bontani, és csak azt jegyeztük meg, hogy hova kell majd tenni. Szóval elég sokat készültünk el a napra, és a csütörtöki osztályfőnök órákat is a másik osztállyal együtt töltöttük, és a feladatokat találtuk ki, hogy mit csináljunk. Hogy látjátok, mennyire nyert el a többiek tetszését? Szerintem az elmúlt években ez volt az egyik legjobb fordított nap, mert ugye a két osztály közös erővel csinálta, mert tavaly meg az előző években az összes évben az volt, hogy kampányoltak, ami egy csomó pénzt is elvitt, mert ugye sütiket árultak, hogy rájuk szavazzanak, de mivel mi közösen csináljuk, ezért sokkal jobb napot tudtunk összedobni a többieknek.
Hogy érzed magad a mai napon? A mai napon nagyon vártam már ezt a pénteket, mert kíváncsi volt, hogy a felsősök mivel kedveskednek nekünk. És a legkedvebb, amit nagyon kedvelek programként, az az Xbox, csocsó meg a foci. Nekem nagyon tetszett ez a nap, és a kedvencem a teaház volt, mert nagyon finomak voltak a teát, és még teák, és még sütit adtak hozzá. Melyik program volt a kedvenced, melyik feladat? A Disney Quiz. Milyen hangulatban telnek ezek a napok, amikor ilyen fordított nap van az iskolában? Hát nagyon jó, mozgalmas, és tetszik. A mai rendezvény, a fordított nap, ez egy hagyományos rendezvény az iskolánkban, mindig április 1-jéhez kapcsolódik, és ezt a napot mindig az éppen aktuális 8. évfolyam rendezi meg. Külön vannak programok az alsósoknak, külön vannak a felsősöknek. A kicsiknél elsősorban a lányoknak szépségverseny, fiúknak fociverseny, kincskeresőjáték, ki mit tud, csocsóverseny. A nagyobbaknak pedig humoros feladatok vannak minden szünetben. Ezen a napon fél órás a tanítás, amit minden órán a diákok tartanak, és egy fél óra pedig a játék munkapacagás. Elég színesek a programok. Mennyi időt vett igénybe a megszervezése? Hát a megszervezés nagyon sokat. A program tényleg nagyon sok, a határ csak a mi fizikai erőnk volt, hogy ezeket meg tudjuk jó színvonalon valósítani. Hát minden osztálynak jelentkezni kellett a programokra, és tulajdonképpen minden gyerekre valamelyik szünetben sor kerülhet egy-egy játékban. Ennyi programot állítottunk ma össze. Úgy tudom, hogy lesz a napnak egy fénypontja is. Igen. Hát annak idején az én 5. osztályommal, mikor 5-esek voltak ezek a 8-os gyerekek, egy osztály kiránduláson állandóan, éppen akkor volt sikeres Száme Zakapzong, és minden pillanatban ezt játszották, és akkor megfogalmazódott a fejembe, hogy ezt meg fogom őrizni a fordított napig titokba, hogy itt vegyük elő. És most elővettük ezt a játékot, betanítottunk mindenkit az iskolában erre a játékra, és ez lesz a nap fénypontja. Persze van hozzá még egy kis felnőtt meglepetés is, amivel a gyerekek majd fél egykor fognak találkozni. Mindenki kap egy saját poharat a játékhoz, illetve egy kis üdítőt felajánlásként. Nem sokkal később újra felbukkant a régi vezetőség. Balogni Németh Szilvia, a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola intézményvezetője elmesélte elrablásával kapcsolatos élményeit. Két-két testőrrel karon fogtak és elraboltak. Az első félelmem akkor jelentkezett, mikor a sofőr határozottan kinyitotta a csomagteret, az autó csomagterét, gondoltam jobb lett volna, ha nadrágba jövök. De aztán megnyugtatott, hogy nyugodtan beszállhatok a hátsó ülésre. Utána a következő megpróbáltatás az volt, hogy 30-40 kilométerre kitesznek majd bennünket, és pénz nélkül, mobiltelefon nélkül próbáljunk visszajutni az iskolába. Hát azért megkönnyörültek rajtunk, mert a reggelt végül is a mázba kezdhettük, egy finom cappuccino és sütemény elfogyasztása mellett. Úgyhogy gondoltuk arra is, hogy talán vissza sem vesszük az irányítást az iskolában, mert annyira kedvesek voltak. Megdicsérem a szülőket is, mert akik ebben közreműködtek, annyira komolyan vették a feladatot, és eljátszották ezt a szituációt, hogy persze merült bennünk, hogy nem igazi a kezek az akadályversenynek itt megpróbáltatások, úgyhogy köszönjük szépen az eddigi napot is mindenkinek, és hát bízunk benne, hogy a további órák is ugyanilyen humorral, jókedvel fognak telni, mint amúgy eddig. A versenyek között volt például nemek harca, embertorpedó, pillecukorevő verseny, de nagyon tetszett a gyerekeknek az Xbox szoba, a félelmek háza és a teaház is. Nagyon jól érezzük eddig magunkat. Nagyon tetszik, hogy ilyen hangulatba fel tudják dobni a szobát, és szerintem jobb lenne, hogyha állandóan lenne egy ilyen lazuló szoba itt. Milyen hangulat ilyenkor ez a nap?
Először is nagyon vidám, ilyenkor a nyolcadikosok próbálnak vidámságot vinni ugye az életünkbe, meg a világunkba, és hát ilyenkor mindenki futkározik, mert programokra megyünk, meg tényleg nagyon sok minden miatt. És ezután következett a napfénypontja. Hatodik alkalommal szervezték meg a Hellúnyíregyháza rendezvényt, természetesen az egyéves születésnapját ünneplő hellunyiregyháza.hu weboldal csapata is ott volt és végigkísérte az eseményeket. Hellúnyíregyháza.hu! Minden nyitás fontos az ember életében, ahogy a Hello Nyíregyháza is. Most ezt a napot azt a teljesen a mértékben a fiataloknak próbáljuk szentelni. Szeretnénk úgy átalakítani majd a Hello Nyíregyháza bizonyos elemeit, hogy a helyi fiatalságnak, a helyi fiatalságról szóljon. Ugye az idő is normalizálódott valamilyen szinten, tehát ez azt vetíti elő, hogy valószínűleg egy jó turisztikai kezdet is lesz ez Nyíregyházának. De a legfontosabb az, hogy a mai napon mindenki jól érezze magát, jöjjönnek el minél többen, látogassák meg a programjainkat. Mivel készültetek a mai napra a fiataloknak? Az új nemzeti nyíregyházi közösségi tér keretein belül vagyunk kint, és itt tőlem jobbra látható a Gamers for Gamers nevű csapat, aki VR szemüveget kínál kipróbálásra a fiataloknak. A hátam mögött a fiatalok, kortárs segítők segítenek a fiataloknak, és
önismereti tesztet csinálnak, segít nekik abban, hogy mit kezdjenek az életükkel, milyen pályát válasszanak, illetve a karriertervezésben segít nekik, illetve van egy Európa kvízünk, amely az Európai Unió országaihoz illeszthető híres helyeket, zászlókat, híres embereket vágtunk ki, és ezeket kell összepárosítaniuk. Hogyan tetszik eddig ez a mai nap? Mennyire sikeres? Kicsit nehezen indult az időjárás miatt, de hát április van és szeszélyes, ezt megszokhattuk. Féltünk tőle, hogy a szél nem csendesül, de szerencsére most már azt mondom, hogy kisütött a nap délutánra, és elég sok fiatal látogatott meg minket. Mivel készültetek a mai napi rendezvényre? A mai rendezvényre a Samsung gírójárokkal készültünk, amit a Telenor Magyarországnak, kaptuk. Háttérben láthatjátok is, hogy ott vannak már a szemüvegek. Ezek egy virtuális valóság szemüvegek, tehát telefonnak lehet belőlük tenni. Felveszük és akkor ilyen virtuális valóságot tár elénk. Most Jurassic Parkkal, egy ilyen hullámvasúttal készültünk, illetve egy pár videónk van, ahol városokat mutatunk be. Ezeket tudják megtekinteni a fiatalok. Milyen az érdeklődés? Meglepően nagy, ahhoz képest, hogy a időjárás miatt ugye nem jöttek nagyon sokan. Úgy vettük észre, hogy mindenki ide téved, akinek esetleg mondjuk, vagy aki látja, mindenki idén is kipróbálja ezt a eszközt. Kipróbáltad ezt a szemüveget, hogyan tetszett? Mit lát ilyenkor az ember? Szerintem ez nagyon jó kis szemüveg, olyan, mintha tényleg benne lennél, szóval így 360 fokban mindenfelé látsz, és szerintem egy nagyon jó élmény. Mit láttál benne? Hát ugye én kettőt is kipróbáltam, a hullámvasutasat és a vízicsúzdásat. A vízicsúzdásban úgy kellett így a pénzt összegyűjteni, hogy így forgatod a fejed. Szóval az nagyon jó volt, a hullámvasutáson pedig csak így körbenézhettél, és olyan volt, mint a tényleg ott lennél, szóval nagyon jó volt. És visszaadta azt az élményt? Igen, szerintem nagyon jó. Hogy tetszett a tűzoltó bemutató? Nagyon tetszett. Miért tetszett neked? Mi volt benne izgalmas? Amikor felgyulladt. Tetszett neked ez a bemutató? Jó volt, nekem tetszett nagyon. Melyik része tetszett a legjobban? Miért volt izgalmas? Hát az, amikor nagy fekete füst jött, és ilyen hamar el tudták oltani. Fantasztikus bemutatót láthattunk. Miért érdemes elhozni ezt a térre és megmutatni az embereknek? Néhány évvel ezelőtt Nyíregyháza megyei jogú város közreműködésével kaptuk ezt a bemutató konténert, amelynek éppen az a célja, hogy egy-egy lakásban keletkezett tüzet be tudjunk mutatni, hogy milyen gyorsan elterjednek a lángok. Akár konyhának, akár szobának szoktuk ezt berendezni, és ebből tanulhatnak az emberek, hogy akár egy égőfelejtett gyertya, vagy akár egy elektromos tűz mekkora károkat tud pillanatokon belül, másodperceken, vagy akár perceken belül is művelni. Ilyenkor a bemutató alkalmával mindig elmondjuk azt, hogy mire figyeljenek az ott élők, a lakásban élők, hogy mit tudnak megtenni mondjuk a tűzoltó egységek kiérkezéséig, a közművek kizárásán túl, vagy mivel lehet oltani, ugye más egy forró olajoltása, vagy egy sima úgymond, amikor berendezési tárgyak égnek, de már mondjuk nincs elektromos terhelés alatt, úgyhogy nem mindegy, hogy vízzel vagy egyéb más oltóanyaggal oltsanak. Ilyenkor nem csak a felnőtteknek, hanem az ifjúságnak is kiemelt figyelmet szentelünk, így a legalapvetőbb dolgokat egy-egy ilyen bemutató alkalmával el tudják sajátítani. Hello, nyíregyháza.hu! We'll be right back.
nagyon nagy népszerűségnek örvendetek a fiatalok körében. Miben rejlik a titkotok? Hát mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök. Most megfogtál ezzel a kérdéssel. Igazából nem tudom, mi egy ösztönös dalszerzési folyamatot követünk, tehát hogy tényleg a szívünkből, lelkünkből írjuk a dalokat és a dalszövegeket. Valószínűleg a hangzás az olyan, ami eléggé modern ahhoz, hogy közel álljon a fiatalok ízléséhez, illetve nagyon klasszikus témákat, aminek alapvetően az emberek meg különböző érzelmek vannak a középpontjában, ezekről írunk, és mégis az egésznek van egy ilyen különleges, nagyon karakteres, kelemenes nyelvezete, és valahogy ez találkozik általában fiatalok ízlésével. Egyébként itt azt fontosnak tartom megemlíteni, hogy arra nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon szertágazó a közönségünk korosztály szerint, tehát hogy egészen idős korosztályokból is rengetegen szeretik a zenénket. Jártatok-e már máskor is Nyíregyházán, vagy jártál-e már szabadidődben? Ismered-e bármilyen részét a városnak? Igen, én többször is jártam már itt. Szabadidőmben voltam egyszer az állatkertben, az nagyon jó volt, és koncert szempontjából pedig ez a harmadik koncertünk Nyíregyházán, és az előző kettőből az egyik nagyon megmaradt, ami a Móricz kertben volt, és ez egy nagyon-nagyon nyáron volt, és egy baromi jó hangulatú helyszín, és egy nagyon ilyen családias, barátias koncert volt rengeteg emberrel. Ilyenkor el tudtok menni esetleg városnézésre, vagy valami, ami mondjuk érdekel, meg fog egy bizonyos városba megnézni, van-e arra időtök? Hát az őszinte válasz az, hogy nem. Úgyhogy ezt nem is akarom szépíteni. Ilyenkor elég szoros időbeosztásunk van, megérkezünk, interjút adunk például, beállásunk van, tehát belőjük a technikai dolgokat, kicsit átbeszéljük a dolgokat. Hogyha nem lenne ilyen hideg, akkor még át is öltöznénk. Úgyhogy általában erre sajnos nem nagyon van lehetőség. Most pedig egy nagyon különleges alkalom következik, és ezt ajánlanánk valakinek, akivel időközben kedves kapcsolatba léptünk, a hello.nyiregyhaza.hu új oldalnak, és ennek az oldalnak boldog születésnapot kívánunk, és picit átköltöttük a velük közösen. Azt a dalt, ami most fog következni, egy elég meghatározó Kelemen kabátban dalról van szó. Ígérem, hogy megpróbálom nem elrontani a közösen írt most erre az estére átköltött verziót. Nézzétek el botlásaimat! Nyíregyi gyerek a kabalaton parton, sokszor gyűlföldön a barlolat hajtom. Nyíregyi gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amint csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyíregyi gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegelmet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! Nyíregyi gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegelmet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amint csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegelmet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! Kumpákolunk, pacsolgatunk, csárázunk a parton, Mármalád és bolacsintát nem most be az arcon. Csatanyunk a vízmestékről, ugorjunk egy seggest, igénytelen fecskét, de meg nem kaphatsz ma egyet. Itt a vakáció, mindenki vidám, mennyit parásztál tőle, azt meg
meg, lett simán. Lazulj be most cuci fel és engedd el. Itt az idő béké meg az élettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amint csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, mondjátok a szöveget. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, amint csillog a szemetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Dunakanyarban a... Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amint csillog a szemetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amint csillog a szemetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! Reméljük tetszett műsorunk, egy hónap múlva újra jelentkezünk. Addig is kövessék nyomon a nyíregyházi diákélet eseményeit a hellonyiregyháza.hu internetes oldalon. Viszontlátásra!